Az elmúlt hetekben szüneteltek a mammográf készülékkel végzett vizsgálatok az új műszer beszerelése és a működéshez szükséges engedélyek beszerzése miatt. Múlt hét végétől azonban már ezzel az eszközzel végzik az emlő vizsgálatokat a Városi Kórház radiológiai részlegén. Lukács Antal, az intézmény főigazgatója elmondta, azért kényszerültek új mammográf vásárlására, mert a régi készülék elavult, így működési költségeit már nem finanszírozta az egészségbiztosító pénztár. Egy nélkülözhetetlen orvosi műszerről van szó a röntgendiagnosztikai területén. Mivel hogy az emlőnek egy alacsony sugár hatású átvilágításnak az eszközével kimutatják az esetleges daganatos elváltozásokat, és ki lehet szűrni ezeket a daganatokat, és időben be lehet avatkozni orvosilag, hogy ezek ne váljanak súlyos, ne súlyosbodjanak. A 332 ezer leértékű eszközzel több vizsgálatot tudnak elvégezni, egy nap alatt legtöbb 25 nő melleit lehet megröntgenezni. A Városi Kórházban átlagosan napi 10 pácienst vizsgálnak, tudtuk meg a radiológiai osztály munkatársaitól. A részlegen jelenleg előjegyzés vesznek fel a torlódás elkerüléséért, a módszer jól működik, hiszen nem alakulnak ki sorok a folyosón. A kórház igazgatója tudatta azt is, hogy a vizsgálatok ingyenesek a bentfekvő betegek és a járóbeteg rendelőkből küldőpapírral érkezők számára, akár csak a szűrő programokban résztvevők számára. Azoknak viszont, akik egyéni kérés alapján szeretnék melleiket megvizsgáltatni, 55 lejt kell fizetniük. Lukács Antal elmondta még, hogy a régi mammográfot is használni fogják a hamarosan elkezdődő szűrőprogramban. A mammográfia területén is elindítunk egy ilyen szűrést, és azt a gépet a poliklinikai szárnyon valamelyik részén főszereljük, hisz akkor nagyobb lesz a tömeg, és akkor szükség lesz arra a gépre is. Úgyhogy azt is használni fogjuk, és az nincs leírva, és nincs eldobva.